Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Smuk Andor. Új feladat, új kihívás, 5 kerület polgármester jelöltje, az 5. kerület polgármester jelöltje. Szép jó reggelt kívánok, így félig ünnep előtt, amikor az ország apraja nagyja már körmenetre, meg tűzi játékra, meg mindenféle egyebekre készül. Nem beszélve az Ízek utcájáról. Az Ízek és a Teségek utcájáról lesz itt minden, de mi komolyan vesszük magunkat, és kollégámmal együtt azért készítettünk a nézőknek 19-ére is egy kis pirkadatot, és ennek egyik feladata lesz, hogy megtudjuk, hogy hol is tart tulajdonképpen 5. kerület bevételével. Hát ha bevételével, ha már igen, korpulás az alkatom, nem szeretném bevenni az 5. kerületet. Hát igazából készülünk a kampányra, ugye hétvégén, szombattól lehet az ajánlásokat gyűjteni, fölállt a csapat. Ugye Ádám, mi elmondatunk borzasztó egyszerű, a fele jár önnek. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat minden olyan bevétele, ami vagyonhasznosításból, teraszengedélyekből, parkolásból, ingatlan vagy idegenforgalmi adóból származik, annak a fele kerüljön vissza a lakosokhoz. Ezt azért lehet bátran vállalni, mert bizonyára kevesebben tudják, hogy az 5. kerület tavalyi költségvetése 45 milliárd forint volt, ezzel szemben a 6. kerületé 13 milliárd, a 7. kerületé pedig 20 milliárd. Ebből ez a bevétel közel 10 milliárd forint, ennek a fele 5 milliárd forint, 14.500 lakás van. Ez azt jelenti hősiesen, hogy minden egyes lakónak jutna 300-400 ezer forint, amivel eldönti, hogy lecsökkenti a közös költséget, vagy a házban élők összedobják, és rendben lesz a lift, vagy éppen a homlokzat, amit felújítanak. Tehát nem gyalog kell fölmenni. Akár, hogyha éppen ott valami gond van, vagy éppen még nincs is lift. Ez a programnak a része. Ami nagyon érdekes, és pont azon gondolkoztam, mert ugye a médiában folyamatosan látható, hogy összefogásban indulnak nagyon sokan ellenzéki pártok, és így próbálnak megmérettetni. Ez nagyon jó addig a pillanatig, amíg a választásoknak október 13-án vége lesz. De utána mi történik? Elképesztően sok ideológia, elképesztően sok elképzelés kerül, mondjuk egy testületen belül, mondjuk, hogyha éppen még győzelem is van. No, akkor mi lesz? Mert gondoljunk csak bele, hogy van olyan kerület is, ahol úgy indulnak, hogy a kompenzációs listán, meg az egyéniekben, mondjuk ugyanúgy ott ül a DK-s, meg a Jobbikos is. A Jobbikosnak minden elképzelése és minden mozdulata arról szól, hogy nem szabad támogatni például a romákat, vagy segíteni azokat, akik éppen nagy bajban vannak. Mondjuk a DK-s ezzel szemben ezt szeretné, és akkor összeülnek, és próbálnak majd városvezetést tartani. Mert hogy az a baj, hogy a programok szintjén nincs egyeztetés, csak azt halljuk, hogy beálltunk egy közös jelölt mögé, beálltunk sok kis közös jelölt mögé. De ezért a teljeset és a húsost nem kéne összekeverni. Tehát egy kerület vezetése vagy egy város vezetése, az helyi problémák, hát a közös de a megoldás. Helyi problémákra választ kell adni. Hát hogyha ugye felvetted azt a kérdést, ami jogos, hogy akkor miért is kell, hogy pártoskodjanak, miért nem kéne valamit. Mi ezen gondolkoztunk a saját csapatunkkal, ezért egy nagyon határozott lépést döntöttünk el. Mi nem csinálunk kompenzációs listát. Elindulunk a 10 egyéni körzetbe, én elindulok polgármesterjelöltként, de nem csinálunk kompenzációs listát, mert a kompenzációs lista az arról szól, ezt kevésbé tudják a hallgatók, hogy nem nézők, szavazunk a nézők. Most televízióban nézők, vagy. Így van, hogy hát nem mindenki néz minket, csak hallgat. Tehát, hogy a kompenzációs lista azt jelenti, hogy az önkormányzati választásokon külön pártlisták nincsenek, hanem az egyéni önkormányzati képviselőkre leadott szavazatok alapján osztanak ki mandátumot. Magyarán szólva, pont amit te mondtál nagyon helyesen, hogy miközben egy önkormányzati képviselőségnek pont az a lényege, hogy a körzetben élők ismerjék és megszavazzák, a súranó pályán lehet bejutni, és ezáltal utána majd a megválasztott hatalommal, tök mindegy, hogy jobb vagy baloldali lesz ez a vezetés, lehet kollaborálni. Mert hogy
Úgy van kitalálva a kompenzációs lista, hogy az adott képviselő testület számnak maximum 20-25%-a juthat be. Magyarul ott egy fecske nem csinál nyarat, maximum magának tud teremteni jólétet. Erre volt példa jó pár kerületben meg városi önkormányzatban. Ezért mi azt mondtuk, hogy teljesen tisztán és világosan játszunk. Ha nyerünk, nyertünk, ha nem nyertünk, nem nyertünk. De nem csináljuk meg azt, hogy mondjuk 10 ember rakkol dolgozik, és akkor egy ember be tud jutni kompenzációs listáról, hogy ő ott helyi szinten legalább jól éljen, mert azt is kevesen tudják a nézők közül, hogy egy-egy önkormányzati képviselő kerülettől függően 150 ezer és 400 ezer forint között visz haza, attól függ, hogy tanácsnok vagy bizottsági elnök, ami önmagában nevetséges, mert egy-egy bizottság az maximum egyszer ülésezik egy hónapban, de ezért föl lehet venni ezt a pénzt, tehát ez egy nem rossz állás. És ezért aztán én azt gondolom, hogy aki tisztán nyíltan játszik, az nem csinál kompenzációs listát, mert a kompenzációs listának egyetlen értelme van, hogy legalább az az egy ember jól éljen. Értem, de vajon, ha nem leszel az 5. kerület polgármestere, attól még bejuthatsz a közgyűlésbe? Hisz először arról volt szó, hogy elindultál főpolgármester jelöltnek, és utána azt mondtad nagyon elegánsan, megbeszélted mindegyikkel, hogyha a te politikai világnézetednek, tehát nem rasszisták, nem ilyenek, nem olyanok, akkor te hajlandó vagy együttműködni velük, és hagytad, hogy az előválasztásokon ők dübörögjenek. Ugye azért még tegyük hozzá egy nagyon fontos tételt, ez pedig a szépkorúak érdeke volt. Ugye olvastam olyan háttértanulmányokat. Hát az emberi alapok már. Nem csak az, hanem hogy olvastam azt a háttértanulmányt, ami arról szól, hogy el kéne venni a szépkorúaktól Budapesten a ingyenes közösségi közlekedést. És ezért mondtam azt, hogy ha minden jelölt azt mondja, hogy nem nyúl ehhez a vívmányhoz, mert hogy ez a vívmány nem csak azt jelenti, hogy ingyen utazhatnak a nyugdíjasok, hanem azt is jelenti, hogy erős lépés a magány ellen, ami a legnagyobb ellenség egyébként minden korosztálynak, így a nyugdíjasoknak is, hiszen ki tud mozdulni, az MK pluszban pénzt fizetni, nem kell érteni. De miért lehetne ezt megtenni, hogy fölépítették ezt az országot, fölneveltek minket. Világos, de azért gondoljunk bele, hogy volt egy időszak, amikor a nyugdíjasnak is kellett a BKV-ért fizetni, kevesebbet, de kellett, és Horn Gyulának köszönhetően jött létre, ezért hívják Gyulabérletnek egyébként a népnyelv szerint, hogy onnantól kezdve ez működik, miközben egyetértek vele. Magyarán szóval a kollégák azt mondták, hogy ez nem fognak nyúlni, és akkor én hiába gyűjtöttem össze azt a 2000 ajánlást, én azt mondtam, hogy visszalépek, mert ez egy másik történet. Az igazából egy figyelemfelhívás volt, ezt nagyjából mindenki sejtette is, mert így lehetett annyi média területet foglalni ennek a kérdésnek, hogy ne merjen senki hozzányúlni a szépkorúak utazási kedvezményéhez. Tehát tulajdonképpen te már győztél, mert egy eszme győzött. Nem egy eszme, egy fontos ügy. Az a nagymamáink, nagypapáink fontos ügye. Ezzel szemben az 5. kerületben, meg elmondtam az előbb a programot, világos, hogy mit szeretnék elérni. Ezt nem lehet kollaborációval elérni, azaz azzal, hogy bejövök egy főként majd a testületbe egy kompenzációs listából, és hogy mutassam a választóknak, hogy én milyen jó fej vagyok. Havonta egyszer a testület ülésre benyújtom ezt az előterjesztést, amit az ott lévő 14 ember meg értelemszerűen leszavaz. Magyarán szólva, ha megnyertük, akkor nyert a város, ha veszítettünk, akkor én meg csinálom tovább a tisztelettársaság mindent, amit ilyen szempontból fontosnak tartok. Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. De ez így nem fair, mert hogyha ez így lesz, ahogy te mondod, akkor az 5. kerületben csili-vili nagy buli lesz, mások meg a küszöböt fogják rágni. Tehát ti a felét visszaadjátok, röpködő liftek lesznek az előregedett liftek helyett, fákat ültettek, és mit tudom én még milyen szép és jó történik. Na de hát épp ezt mondtam, 45 milliárdos a költségvetés. Szinte a legkevesebb lakossal rendelkező kerületben, hiszen majdnem mindenki, aki oda be van jelentkezve, az ingyen parkolásért van bejelentkezve, nem is nagyon ott lakik, mert hogy kiadja a lakását. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe a költségvetésben bőven belefér az, hogy aki valóban ott él, és annak a hátrányát elviseli, a terasz, a forgalom, a környezeti ártalmak, a hangártalmak, akkor igenis érezze, és ez egy nagyon fontos dolog lenne még egy dolog miatt, hogyha ez létrejönne, hogy elképesztően megerősödne a civil kontroll. Gondolj bele, hogyha most azt olvasod az újságban, hogy 300-400 ezer forintért adtak el egy négyzetmétert mondjuk az önkormányzat, akkor vonod a vállad, ha ellenzéki vagy, akkor elkezded, hú, ez milyen, a kormánypárti, akkor meg jó, hát ennyiért adták el, hát biztos már még fel kell újítani hasonló. De ha tudod, hogy tied a fele,
akkor azért rögtön azt fogod mondani, hogy együtt de persze, még viszont... mielőtt nézőink azt hinnék, hogy nem úgy ez enyém a fele, hogy elviszem, hanem rám költik. És megkapom, és eldöntöm, hogy mit kezdek vele, hogyha tudom, hogy mi a fele, és akkor azt mondom, hogy hát egyébként, hogyha kinyitom az újságot, akkor azt látom, hogy 800 ezer és 1 millió között van egy négyzetméter. Na ez az igazi civil kontroll. Éljen a civil kontroll, éljenek mindenki, aki kimegy a rétre, hogy szép világokat lásson. És tudják, az én világnézetem az, hogy ha van egy lehetőség, hogy elmenjünk szavazni, akkor nem csak jogunk, hanem kötelességünk is, mert utána fölöslegesen pampogni nem lehet annak, aki nem ment el és nem szavazott. És ebben olyannyira igazad van, hogy van ennek egy előmondata is, hogy mindenki választ és választható. Magyarul én annak örülök, hogyha minél többen elindulnak, mert akkor lehet igazán jó döntést hozni. Jó, hát Andor, én arra gondolok, hogy még gyorsan behívjuk a választásokig az összes önkéntes jelentkezőt, aki szeretne részt venni és a közt szolgálni, és megadjuk a lehetőséget, mert ez egy olyan televízió, lehetőségek televízió, mindenki bemutatkozhat, aki nem rosszat akar. Köszönöm, hogy velünk voltál, köszönöm, hogy már bemutattad a nézőknek Berki Krisztiánt is, mert ugye a műsorod egyik vendége is hamarosan ő lesz. Igen. És bízunk benne, hogy az egész országot felölelő hangulatba részt tudunk venni, úgyhogy mindenkit, aki akar és rosszat nem tesz, és rosszat nem akar, azt meghívjuk. Előzetesek, és már is kollégám jön vissza, és folytatja tovább önökkel. Tartsanak.